Amint azt már megszokhatta a Magyar Napok közönsége, idén is a Farkas utca a Fesztivál utca. És idén is Szász Péter a Fesztivál utca felelőse. Őt köszöntöm most nagyon nagy szeretettel. Szervusz Péter! Szervusz Jutka! Üdvözlök mindenkit! És engedd meg, hogy egy kicsit eufórikusan fejezem, hogy végre itt vagyunk egy éves szünet után, amelyik nehéz volt fesztivál szervezőnek, árusnak, mindenkinek. Tehát gondoljunk bele, hogy ezek az árusok abból éltek, hogy városra, vásárról vásárra jártak a portékáikkal, és a tavalyi év járványhelyzet ezt betett nekik, tehát nagyon várta mindenki, nagyon lelkes, alig várták, hogy itt legyenek. Úgyhogy a korábbi évek megszokott sablonjából annyiba változott a Farkas utca, hogy mindenki lelkesebb, sokkal lelkesebb. Alig várták, hogy kijöjjünk, és mi is szervezők. Tehát gyakorlatilag az agyunk zokni, annyira vagyunk fáradva, de mégis jó euforikus érzésünk van. Lehet lelkesebbnek lenni, mint eddig, hiszen minden évben zsúfolásig megtelt a Farkas utca. Tudom, hogy a járvány kontextusában most teljesen más volt. Beszéltél a vásárosokról, de beszélj arról is, hogy milyen volt a ti munkátok ebben a kontextusban. Hát a 2019-eshez viszonyítva egy kicsit azért vissza kellett húznunk a gyeplőt, mert Laci konyhát a szokásos helyre, a pörést a templom elé nem tettünk idén, mivel hogy ott túl nagy sorok alakultak mindig ki, és a távolságtartást nem lehetett volna megoldani. Ugyanakkor színpad sincsen, nagy színpad könnyű zenei fellépőkkel, mivel akkor nem vásárt kategóriába tették volna a Farkas utcát nyilván, hanem koncert kategóriába, és akkor megint beléptetés, igazolvány. Így a legjobb vásárt kategória, bejöhet bárki, bármikor. De kiválóan megoldottátok azt, hogy ugyan nincs színpad, viszont utcazenészeket engedtetek be a Farkas utcába, ami nagyon hangulatos. Igen, tehát egy nagyon kis pódiumot oda tettünk a régi színpad helyére, és utcazenészek különböző műfajban, népzenétől, könnyűzenéig egész nap próbálják a hangulatot emelni. Arra is kíváncsi vagyok, mondd el gyorsan az érdeklődőknek, aki még nem jutott ki a Farkas utcába, és most készül ide látogatni, hogy milyen sátrakkal, kézművesekkel, mivel várja a közönséget idén a Farkas utca. Tehát szerintem sok ismerős arcot fognak látni, mert hogy a kézművesek többsége az visszajáró, tehát kézműves termékek a skálája az itt van, tehát a szőttesektől, varrótasokon át a faragott munkákig minden megtalálható. Itt vannak a könyvesek, a könyvkiadók megjelentek a standjaikkal, nagyon, ők is nagyon vártak egyébként. Tehát azért ez mindig jó volt az utca eladás szempontjából, és tudjuk, hogy a kolozsvári közönség is várta, hogy itt vegyék meg a könyveiket. De ha nincs is Laci konyha, van még azért kóstolónak való, van kürtös kalács, van lángos, van palacsinta, kukorica, rétes, tehát azért falatozni lehet. Tehát ugyanolyan igazi, mint eddig. A megszorítások tekintetében mire kell odafigyelni? Hát a távolságtartást mi javasoljuk. Egyébként a vásárosok, ők oltottak, illetve teszteltek kell legyenek, de ezt nem kell kifelelátszolni, ezt megoldjuk minden nap, aki nem nincs beoltva, azt leteszteljük, de az, aki látogatni szeretne az utcából, az bejöhet mindenféle korlátozás nélkül. Azt látjuk, hogy arra is figyeltetek, hogyha valakinek egészségügyi problémája adódik, hová fordulhat, van ahová fordulnia, illetve egy kisgyerek elvesztődik, kinek szólunk, hol lehet felhívni erre a figyelmet? Hát az infopontok azok a szokásos helyen ott vannak, az önkéntesek mindig segítenek, ha valami elvesztődik, akkor ott megtalálható, ez gyerekekre is érvényes, de úgy nekik, a gyerekeknek van olyan kitűző, amiket a telefonszámmal a nyakukban lehet akasztani, ez mindig ott minden Magyar Napokon, tehát azt lehet igényelni ingyen. Egészségügyi sátor van, ott ingyenes vércukormérés, vérnyomásmérés is folyik egész nap, reggeltől estig. Én mindenkit arra biztatok, hogy jöjjenek ki a Farkas utcába, a hangulat ugyanaz, próbáljanak meg a kolozsváriak, ők is egy kicsit euforikusan viszonyulni, mivel hogy tavaly nagyon vissza kellett fogni. Tehát abban a helyzetben nem lehetett ezt megrendezni. Ez még mindig nem a 2009-es szint, de jó úton vagyunk afelé, és reméljük jövőre elérjük. És végül a Farkas utca felelőseként mire hívnád fel a figyelmet? Melyik programpont a legszimpatikusabb innen neked mondjuk, vagy mire hívnád ide a közönséget?
Azon kívül, hogy mindenre természetesen. Mindenre, de itt nagyon csak a személyes véleményt tudom mondani. Azt is kérdeztem. Két nagyon jó újságíró barátom ma tudta meg, hogy fel fognak lépni utcazenészként. Hát én ezt nem fogom elhinni. Alig várom, ott legyek és megnézzem őket. De ez az utcazene, bocsánat, hogy egy kicsit visszatérek, nagyon kíváncsi vagyok, úgy igaziból úgy működik, mint egy utcazene? Tehát a kalapot kiteszik? Mert hát az az igazi utcazene. Nem, a kalapot nem teszik ki, de tényleg utcazenészek. Ön utcazenész fesztiválokra járnak, illetve utcán zenélnek. És kik ők, megkérdezhetem? Hát javaslom, hogy keresd meg az utcazenész Miklós sarkot. Nem, Miklós Gyurit, aki a felelőse ennek az egész programpontnak, mert ő sokkal jobban el tudja mondani mindent. Nagyon szépen köszönjük, Szász Péter, köszönjük, és sok sikert, és még egyszer örülünk ennek az eufórikus hangulatnak, amely már ebben a percben is érezhető itt a Farkas utcában.